beszámolni önöknek, amit utána aztán természetesen kérdezhetnek. Érintjük talán elsőként a metró szerelvény felújításokat. Azért hozunk be papírokat, mert időként idéznem kell, és nem szeretném, hogyha nem tudnék valamire választani önöknek. A M3-as szerelvény felújításnak a prototípusa, mint tudják, nem érkezett Budapestre. 222 kocsi felújításáról van összesen szó. Ötféle típusú kocsi létezik a hármas vonalon, hiszen az első típust 1976-ban, az utolsót pedig 1990-ben, vagy közvetlenül azelőtt adták át. Ezek egymástól eltérő típusúak, és nagy valószínűség az alvázak is eltérnek egymástól. Mivel volt a sajtóban bizonytalanság, amit én egyébként megértek, mert ilyenkor mindig van ilyen, inkább csak azt engedjék meg, hogy segítsek tisztába tenni az eseményeket, hiszen én személyesen nem beszéltem újságírókkal a metró szerelvény prototípusának beérkezése óta, úgyhogy most senkit nem bántva vagy kiigazítva, inkább csak tájékoztatást szeretnék arról adni, hogy mi a valós helyzet. Kiderült, hogy mindenkinek nyitva volt a pálya a tender során, tehát nem voltak semmiféle megkötések, semmi olyasmi, ami bárkit is akadályozott volna, hogy ezen a tenderen elinduljon. Volt olyan, aki nem tudta teljesíteni a felújítás követelményeit, mondván, hogy ilyen típusú szerelvények felújítására nincs felkészülve. Ilyen valóban volt, ez nem a kizárása bárkinek is, hát most nem tudom milyen példát mondjak, hát 150 cm-es embereknek is jogukban áll kosárlabdázni, csak legfeljebb nem férnek be a csapatba. Tehát itt tényleg valami ilyesmiről lehetett szó. Ami a törvényességet illeti, hát sem a vasúttörvényt, sem a vámtörvényt, sem a számviteli törvényt nem sérti, egyikbe sem ütközik a felújítás története. Már a NAV ellenőrei is kinyártak és megnézték a szerelvényeket, azonosították a darabokat. Valóban a darabok túlnyomó része új, de a szerelvényre nem lehet azt mondani, hogy tökéletesen új. Ezért joggal nevezhető felújítottnak. Az már kiderült, hogy nem raktáron elfekvő szerelvényeket hoztak be. Nem baj, a hatóság megállapítása szerint nem baj, ha alvázat is cserélnek. Lehet, hogy ez, sőt, valószínűleg elkerülhetetlen volt. A tenderben nem volt olyan kikötés, hogy maximum mit lehet cserélni. Az volt kikötve, hogy mi az a minimum, amit cserélni kell. Tehát a dolog felülről nyitott volt, így a dolognak a jogszerűsége az nem igen vitatható. Felmerült itt olyan kérdés, egyébként érthető módon, hogy korábbi közgyűlésekben milyen nyilatkozatok hangoztak el a hármas metróról. Akkoriban egyébként nem Várszegi doktor, hanem dr. Kocsis István volt a BKV vezérigazgatója, amikor ezek a beszélgetések történtek. Tehát szeretnék egy picit pontosítani, hogy nem Várszegi úrról, hanem Kocsis úrról van szó. Ő a következőket mondta el akkor a hármas metróról, hogy a BKV és a főváros történetében soha egyetlen vagonon sem lett kicserélve a főtartó gerendázat. A főtartó gerendázatot nem lehet karbantartani, de hozzáteszi, azt csak kicserélni lehet, ami a vagon átépítésével egyenértékű. Akkoriban még meg kellett határozni egy olyan mérési módszert, amellyel a főtartó gerendázat
maradó alapváltozásának határértékek közé szorítását elvégzik, és ennek alapján alkotnak ítéletet a főkonstruktőrrel együtt. Most a főtartó gerendázat cseréje történik, illetve történt meg, ami a felújítás részét képezi, tehát nem egy karbantartásról, hanem egy cseréről van szó, amit a vezérigazgató már akkor kilátásba helyezett. Amit még el szeretnék erről mondani, hogy a Metró Egyesület vezetősége is megtekintette a főváros hozzájárulásával a beérkezett szerelvényt. Negatív megjegyzése nem hangzott el, bár ők is azt mondták, hogy ez csak nem egy új szerelvény, de még egyszer mondom, ez nem hiba, ami a Metró Egyesület összesített véleményét illeti, ez a következőképpen hangzik. Egyesületünk véleménye az, hogy a megismert jármű jóval magasabb műszaki színvonalat jelent, mint a jelenleg az M3-as vonalon közlekedő típusok. Vannak ma korszerű megoldásokat tartalmazó metrójárművek, itt új járművekre céloz, azonban várhatóan több évtizedre megoldódik a 3-as metróvonal jármű problémája. Hát az a szerény véleményem, hogy Budapestnek örülnie kell, hogy a rég függőben levő és neurologikus 3-as metró szerelvény probléma megoldódik, és nem pedig azon keseregnie, hogy jobb és szebb járműveket kaptunk, mint előzetesen erre számítani lehetett. Hát nem hinném, hogy egy főpolgármesternek, vagy bármelyik képviselőnek, de bármelyik budapestinek érdemes azért reklamálni, hogy jobbat kaptunk, mint amire számítottunk. Ismétlem, hatóság megállapítása szerint is törvénysértés nem történt, nem is tudom elképzelni. Egyébként elvileg a verseny szabályai sérülhettek volna, de a tegnapi megállapítások alapján azok sem sérültek. Ha felülről korlátozva lett volna a felújítás mértéke, akkor lehetne ilyesmiről beszélni. Hát én mindenkit arra kérek, bár meg vagyok győződve, a túlnyomó többségükbe fel sem merül ilyesmi, azért az ne okozzon bosszúságot, ha lehet, hogy ha a Gyurcsány-Bajnai-Demszki időszakban nem sikerült ezeket a szerelvényeket felújítani, akkor nagyon ne dühöngjön senki pusztán csak attól, hogy a Orbán Tarlós időszakban megtörténik ez, mert hát az nem biztos, hogy a városnak ez az érdeke. Biztos vannak érzelmek, én ezt elhiszem, mindenkinek tisztelem az érzelmeit, de a városnak nem az a fő érdeke, hogy most Gyurcsányt és Demszkit szeresse valaki jobban, nem kell minket szeretni, de annak azért egy kicsit lehet örülni, hogy a metró szerelvények ilyenek, amilyenek. Biztosan volt, aki arra számított, hogy valami ócska, ilyen szociál dizájnos szerelvények bejönnek, amiket majd nagyon lehet cikizni. Hát, hogy nem ez történt, ezért tisztelettel elnézést kérünk. Folytassuk a dolgot a M3-as buszpótlással. Hát itt sajnálom, hogy nem tudok annyira lojális lenni, mint ahogy beállítottságom, vagy nézeteim, hogyha úgy tetszik, politikai érzelmém alapján szeretnék. El kell